Puccini egyik legkedveltebb és leghíresebb művét hozta Újvidékre a Budapesti Opera. Én mindig azt szeretem, ami éppen soron van, tehát én igyekszem tájékozódni, hogy miről is van ebben szó, és hát a Puccininak ez 120 évvel ezelőtt írt gyönyörű műve, ami mind a mai napig hihetetlen, izgalmas, aktuális, érdekes. A történet a párizsi bohémek világát idézi, megható szerelmi szállal. A szólisták Nádasdy Kálmán 1937 óta műsoron lévő klasszikus operaházi rendezéséből Márk Tivadar jelmezeiben formálják meg szerepüket. Puccini Henri Murger könyve alapján, a bohémek könyve alapján komponálta meg ezt a csodálatos operáját. Egyébként a Carmenben is, amit most felváltva játszunk Budapesten, ott is hallatszik ez a mondat, l'amour est tentant de bohème, il y en a jamais connu de loi, tehát a bohém, az a cigányok, a bohémeknek a gyermeke, a szerelem, tulajdonképpen erről szól, és ez a darab is arról szól, a szerelem, az élet, isznak, esznek, élvezik az életet, gondtalanul csevegnek, és egyszer csak a negyedik felvonásban aztán a Mimi hirtelen tüdőbajban megbetegszik és meghal. Turnésorozata keretében a Budapesti Operaház az idén 4 határon túli településre látogat el.